Új stábbal és szinte teljesen új kerettel, 15 új játékossal vágott neki a Nyíregyháza Spartacus futballcsapata az NB2-es szezonnak. A változások ellenére jól indult a bajnokság a Sparinak, 3 sima győzelemmel rajtolt az együttes. Aztán hektikusan alakult a csapat teljesítménye, inkább a döntetlenek és a vereségek váltották egymást, az év végére azonban egy 5-ös veretlenségi sorozattal zárt a Nyíregyháza, így a negyedik helyről várhatja a tavaszt. Azt gondoljuk, hogy nagyon sok dolog okozhatta azt, hogy a csapat hektikusan szerepelt. Az elején az együttes játszottam, amely kialakult a szlovéni edzőtáborban, akkor Tamás is nagyon elégedett volt, hogy jó az irány, aztán ott valami megtört, és a bajnokság vége felé találta meg Tamás azt a csapatot, amelyik azzal a tűzzel játszott a pályán, amit ő elvár, meg azt gondolom, hogy a nézők is elvárnak, úgyhogy igen, két arcú ez a bajnokság. Most a honlapon nagyon sok statisztika és napvilágot látott, ami azért nyilván mindent nem mutat meg, de nagyon komoly tükröt mutat egyes játékosokkal kapcsolatban. Van, akinél nagy örömre ad okot, és vannak olyan játékosok is, ahol bizony gondolkodásra ad okot. Az már biztos, hogy tavasszal nem a Nyíregyháza Spartacus mezében futballozik majd Hermány Bence, Rudolf Gergely és Rezes László. A három játékossal az a közös döntés született, hogy eligazolhat, véglegesen akkor bontanak majd velük szerződést, ha az is eldőlt, hol folytatják pályafutásukat. A tervek szerint érkezőkre is lehet számítani, 3-4 új játékos kezdheti meg a felkészülést a csapattal. Folyamatos erősítésekben gondolkodunk, ugye, hogyha csapatot építünk, akkor azt szeretnénk, hogy az a csapat az minél hosszabb távon stabil teljesítményre legyen képes, ehhez éhes játékosok kellenek, és nem van egy speciális fiatal szabály az MLS-nek, nyilván annak is meg kell felelni, tehát ezeket a szempontokat figyelembe véve már a nyáron is voltak olyan játékosok, akiket úgy néztünk, hogy most télen, vagy olyan, akinek lejár a szerződése más klubnál jövő nyáron, esetleg akkor kerülhetnek ide, tehát ez egy tudatos építkezés, és nyilván posztra, amit Csánszki Tamás lát, hogy bizonyos posztokon nagyobb versenyhelyzetre van szükség, és akkor hatékonyabb lehet a csapat, tehát teljesen tudatosak azok a választásaink vagy tárgyalásaink, hogy kikről beszélünk. Nyilván a nevek érdekesek a tévénézőknek is, de neveket csak akkor szoktunk elárulni, hogyha a szerződés végére pont kerül, és alá meg autogram. A Nyíregyháza Spartacusnál nem csupán a csapatépítésre, hanem a klubépítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Az meggyőződésünk, hogy először klubot kell építeni, és abból következik majd egy tartós eredmény. Nyilván a magyar futballban ez a kettő párhuzamosan zajlik, bár sajnos elég kevés helyen látunk klubépítést, tehát mindenhol idézőesen mondom, csak a csapatra koncentrálnak. Épp a múlt héten látott napvilágot egy interjú Bölöni Lászlóval, aki az Antwerpennél csinál valami hasonlót, mint mi itt, vagy mi csinálunk valami hasonlót, mint ő ott, és ő mondta el, hogy a csapatépítésnek a legfontosabb eleme nem az, hogy ki a jobb hátvéd, hanem az, hogy a tulajdonos, a klubigazgató és a vezetőedző jó kapcsolatban legyen. Azt gondolom, itt a Sparinál valóban elindult valami, tehát épül egy komoly klub, reményeink szerint európai mértékkel mérhető klub, és ennek lesz következménye az, hogy a csapat stabilan, reményeink szerint ebben az 5 évben NB1-es lesz. Ehhez pedig a megfelelő infrastruktúrális háttér megteremtése is elengedhetetlen. 10 milliárd 326 millió forintból egy új, 8000 férőhelyes modern stadion épülhet Nyíregyházán, a munkálatok várhatóan május végén kezdődhetnek el. A Sparihoz kapcsolódó hír még, hogy a csapat január 9-én kezdi a felkészülést, majd előbb január 14-e és 21-e között, utána pedig január 31-e és február 10-e között Törökországba utazik a Nyíregyháza edzőtáborba.